Üdvözlök mindenkit, és most egy kicsit más szemszögből fogjuk megvizsgálni a Battlefieldet. Szeretném, ha együtt izgulnánk végig a két csapat kalandját. Például itt a helikopteres csapatét. A történetük velük kezdődik. Vihar közeleg. És ők itt a bátor helikoptere, pilóták és nem pilóták figyelik az eget, hogy milyen az idő. Nagyon sok villogó pötty van az égen, ezek azért kellenek, hogyha valaki eltévedne, akkor ne csak éjszaka találja meg a sarkcsillagot, hanem nappal is. De mi van ide lent? Mik ezek a robbanások, ricsajok? Valamit nem jó. Kicsit lejjebb kerülünk a helikopterünkkel, és körbenézünk, hogy minden rendben van-e. De nem! Találat érte! Helikopter barátunk, azt is kitölt a fal! És nem, majdnem azt hittem, hogy itt a vége a sztorinak, de nem, a helikopterünk túlélte. És most már hamuvá lett. Van egy újabb barátunk, nevezzük Jacknek. Jack rohan előre, valami csipog. Valami ellen küzd. Próbál úszni. Felvette a csipogó dolgot. És elbukott a víz alatt. Cápásat játszik, mert világ életében cápa szeretett volna lenni. Aztán most rájött, hogy valójában nem is tud úszni, és nem is cápa, ezért nem tud levegőt venni a víz alatt. De a sok... Szokták mondani, hogy egy hülye százat csinál, hát látjátok, folyamatosan jönnek az újabb hülyék, tehát... Nagyon szépen megcsinálta Jack, gratulálok. Béla. Kövessük Bélát, aki úgy néz ki, hogy kicsit futkorászni próbál. Fő az egészség, szokták mondani. Béla ennek megfelelően használja ki a szép időt. Amúgy már estére járt, tehát már annyira meleg sincsen. A pontos hőmérséklet szerintem olyan 18 Celsius fok lehet. Árnyékban, persze. És haladunk Bélával előre. Nagyon izgalmas, ahogy Béla lefeküdt a fűbe, ami valószínűleg tele van kullancsal, de mint látjátok, a ruházatát úgy válogatta meg Béla, hogy nem ásszanak bele a kullancsok. Nincsen egy szabad bőrfelület sem. És mint mondtam, 20 vagy 10-valány fok van most. Igazából ebben a ruházatban Bélának nem olyan könnyű futkorászni, tehát Béla annyira nem szeret futkorászni, mint amennyire hinnénk, hogy szerethetne. De nem baj, Béla ezzel nem foglalkozik, és most már a kullancsok se gyötrik annyira, mert épületben van. Viszont itt nagyon rég takaríthattak, lehetett látni a sok port. Bélának viszont úgy néz ki, hogy új barátja akadt. Ben. De Ben úgy néz ki, hogy nem barátkozik annyira Bélával, hogy kövesse. Nem baj. Béla még mindig a futást választja, ugye még nem szóltunk neki, de Béla, hidd el, egy szigeten vagy. Hiába futkosol, nem jutsz el a végére, csak körbe-körbe fogsz futkorászni. Na Béla, ezért ennyire nem kellett volna, hogy megbántódj, és kiüss magad. Úristen, micsoda balesetet láthattunk, lecsúszott a szikláról. Hát nincs itt egy tábla, hogy nem ásszál a szikla pereméhez, mert életveszélyes? De, itt van, ide van írva, oda van írva, a szikla oldalfalára mászni életveszélyes. Hát, ez a szerencsétlen fótás, ez nem foglalkozott vele. Kövessük Gábor eseményeit. Gáborról azt érdemes tudni, hogy 32 éves könyvelő, valójában csodákra képes, hogyha pénzügyekről van szó, tehát több cég is szereti alkalmazni, hiszen egy képzett zseniről van szó. Gábor nem fél igazából az APEC-tól, tehát hogyha megnézitek, akkor nagyon bátran harcol az APEC ellen akármikor, amúgy... Ebből kifolyólag van a hobbija, APEC ellenőr vadász. Lehet nézni, ahogyan nagyon lelkesen szedi Gábor az áldozatait.
Gáborkánk, most mit szeretnél? Gondolom megint van valami új könyvelhetnéked. Ott egy APEC ellenőr! Az APEC ellenőrök megpróbálnak az égből pottyanni, de Gábort ezt nem riasztja vissza. Gábor hősiesen küzd az ellen, hogy az APEC őt és a cégeit, ahol könyvel, bántsák. De nem! Gábornak kibicsaklott a bokája! Szerencsétlen Gábor, és itt is van egy követője. Valami csipok. Valaki úgy néz ki, hogy benzines tartályt lop, mert úgy érzi, hogy... Nem, ez nem benzines tartály. Látom, ez összetekert vezeték. Hát... Úristen. Ellopták tőle a vezetéket, amit ő lopott el valahonnan. Hát így nem fog járni a hív. Ez nagyon kellemetlen. Keresünk el aki újat. Például egy hajótöröttet. Ahogy mondtam, hajótörött. Nézzük meg, az amerikai hadsereg a szuperosztályú anyahajóját láthatjuk. És itt vannak ilyen kis aranyos izék is, amik ilyen töltséresen tudnak lőni, ha valaki használja őket. Ha belebújunk a belsejébe, akkor láthatjuk, hogy nem tudunk belebújni, de innen úgy néz ki, mintha ilyen szivacs lenne, de csak rá sikerült bújni, és lehetne rajta ugrálni. Nem, innen fentről ez egy pingponglabda. Valójában ez egy pingponglabda adagoló. Tehát, hogyha te valaha pingpongozni szeretnél, akkor így akár 500 km/h-val is ki tudja lőni a pingpong labdákat, és ennek megfelelően lehet visszaadogatni, hogyha nem szakad ki az ütő a kezedből, és illetve véletlenül nem téged talál el. A pingpong labda amúgy könnyű, az egy újabb APEC ellenőr. A pingpong labda amúgy könnyű, tehát annyira nem kell félni attól, hogy kilocsantja az agyadat, de azért ilyen sebességnél senki nem tudhatja. Közben újabb barátunkat ismerhetjük meg, nevezzük egyszerűen nevén. Nem tudom, hogy hívják, de olyan Samuel L. Jackson feje van, tehát legyél Samuel. Samuel úgy döntött, hogy levagy, mivel nem szereti, ha a kamera veszi. Kicsit lámpalázas Samuel, és csapott is felénk egyet. Nem szeret Samuel minket. Hú, Samuel... Remélem, hogy nem perezve minket. Kicsi Samuel, mi a baj? Nagyon szomorúnak tűnsz. Ó, valamit benyomtam. Hát ez nem kell. Nem. Ezek sem kellenek. Oké. Szuper, Samuel most nagyon boldog, mert egy csomó mindent kiokkéztünk. Na jó, Samuel, nagyon unalmas vagy. Ez a lámpaláz, ez nem neked való. Ha? Na, itt látszik, hogy más sem tud mit kezdeni Samuel-el. Kérlek, beszélj a fejével, hogy valamit csináljon, mert ez így eléggé barátságtalan. Na mindegy. Vannak ilyen tornyok, ahol nem pingponglabda adagolók vannak. Ezek éles fegyverek. Nagyon veszélyesek. Ha valaki használná őket, akkor az nagyon nagy baj lenne. De keressük meg a csipogás forrását. Ami? Samuel-től jön! Samuel, te átvertél minket! Ne, ez nem Samuel. Nem látom. Nem látom a számát. Samuel, te vagy az? Fordulj meg, Samuel! Ne fuss olyan gyorsan! Nem, ez nem Samuel! Ez Gábor! Az APEC ellenőr vadász! Hajóra száll, hogy újabb APEC ellenőrökkel cseszhessen ki. Hős vagy, Gábor, hős vagy, mindannyiunk hőse. Úgy néz ki, hogy meggyógyult a bokája Gábornak. Tenger alatti felvételek, ez az. Micsoda sebesség, Gábor. Ott egy újabb APEC ellenőr vadász, többen vannak. Fő a csapatmunka, igaz, Gábor? Ez mindig kisegít minket a bajból. Úristen, a jetskivel érkező APEC ellenőr! És ott van, nézzétek meg az őrjáratozó hajójukat, akik
Jetskit lopnak az Apex ellen! Lefoglalták a Jetskit! Az Apex ellenőrök! Micsoda szörnyűség! Gábor, ezt ne hagyd megtorlatlanul! Üldözd az Apex ellenőröket! Nem lehet tudni, hogy kinek a Jetskit foglalták le, de biztos vagyok benne, hogy nagyon igazságtalan volt. Gábor, még a rakétáktól sem riad vissza! Fantasztikus! Mi történt Gáborral? Csak egy pillanatra vesztettük el, de nem! Gábor él! Ne, az Apex ellenőrök észrevették Gábort! Ezt reméljük, hogy nem Gábor volt, mert akkor felrobbant a bele! Nem tudom, hova lett a társa. Minden esetre az ügyükért harcolnak tovább. Úristen, micsoda csapódás volt be! Ez hihetetlen, és el sem lehet képzelni, hogy mik történnek itt. Na nézzük. Itt is egy Apex ellenőr vadász. Ne, ez Gábor? Igen, megismerem a maszkjáról. Ez itt Gábor ismét. Nagyon rendíthetetlen a fickó. De semmi baj. Na de térjünk rá egy kicsit. Nézzük meg a világot egy Apex ellenőr szeméből. Keresünk egy lebegő Apex ellenőrt. Hol lehet ilyet találni, kérdezni az ember, ott ahol nem talál, volt ahol, ahol nem gondolná az ember, hogy van az Apex ellenőr, hát az Apex ellenőrök földi szállásán ugye nincsen, mert az túl snasz. Keressünk egy, ott egy Apex ellenőr a levegőben! Leszállt az Apex ellenőr, új irodát akarnak nyitni. Egy titkos főhadiszállást készítettek elő az Apex ellenőrök. Itt van minden felszerelés, ami arra való, hogy elpusztítsák a világot. És mindenkivel kicsesszenek, aki adófizető állampolgár, és azzal is, aki nem. Vannak emberek, akiket nem szeret a társadalom. Ilyen a fegyvertelenül is tüzet hányó Apex ellenőr. Nézzétek meg! Igaz a mondás, hogy az összes Apex ellenőr egy sárkány, akit le kell vadászni. Nézzétek meg! Ez az Apex ellenőrök gyülekezete. És jön a sötét felelegek várnak minket. A démoni Apex ellenőrök úgy néz ki, hogy kicsit túlzásba vitték a világ megnyomorítására szőtt tervüket. És úgy néz ki, hogy ez nem tetszik a időjárásnak. Sötét mágiákhoz nyúlnak az Apex ellenőrök a győzelem érdekében. Ennek sosincsen jó vége. És vége van. Úgy néz ki, hogy az Apex ellenőrök győztek. Gábor az anti-Apex ellenőr csapat tagjaiként veszítettek. Hát ennyi lett volna a mai kis mesénk. Köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot mindenkinek. Sziasztok! És ez a mese is jobb lett volna, ha az Apex ellenőrök megdöglöttek volna. A videó készítőjének semmilyen kifogása nincsen az Apex ellenőrök munkájával és ténykedésével. Szükség van rájuk, hogy fenntartsák a rendet és a békét. Puszi!